Létezik az asztali tenisznek egy olyan formája, amelyet időre játszanak, és 2 vagy akár 4 pontot is lehet szerezni benne egy győztes labdamenet megszerzésével. A kispesti Gábor Áron általános iskolában TTX edzői képzést tartottak. Az elméleti és gyakorlati oktatáson résztvevők a későbbiekben önkéntesen segítik majd a TTX versenyek lebonyolítását. De mi is az a TTX? Az Olasz Asztali Tenisz Szövetség elnyert egy pályázatot az Erasmus Plus keretében, aminek az a lényege, hogy népszerűsíti Olaszországban és Európában a TTX-nek nevezett játékot, hívjuk játéknak. Ez az asztali tenisznek egy olyan változata, amit elsősorban kültéren szokás játszani, ennek megfelelő eszközei is vannak. Borítás nélküli ütőkkel, nagyobb súlyú és méretű labdákkal folyik ez a küzdelem, idézőjelben. A 7 éve bejegyzett sportágat tehát borítás nélküli, a képen láthatóhoz hasonló, de normál méretű ütővel játsszák, alapvetően műanyag ütővel, amelynek így szabadtéren sem lesz baja. A mérkőzések 2 vagy 3 nyert szettig tartanak, a szettek 2 percesek. Ha az ellenfél beleérni sem tud az ütésünkbe, 2 pontot szerzünk, és szettenként 1-szer lehetőségünk van adogatóként úgynevezett wildcard point játszani, amelyet megnyerve szintén dupla pontot kapunk. A 2-t kombinálva 1-szerre 4 pont is lehet a jutalmunk. Nem véletlen a Gábor Áron általános iskola szerepvállalása, hiszen a kispesti intézményben az asztali tenisz kiemelt sportág. Sok gondunk volt a gyerekek magatartásával, nehéz összetételű közösség volt, és mi hosszan gondolkoztunk annak idején, hogy mivel kéne, mit is kéne kezdenünk, hogy egy kicsit a helyzet jobbá váljon, és akkor jött annak idején az ötlet, mint sport, aminek van egy nevelő ereje, fegyelmező ereje, legyen olyan sport, ahol a gyerek egyéni sikereket is tud elérni, de legyen olyan sport, ami csapatsportág is, tehát az együttműködést is meg kell tanulnia, de legyen olyan sport, ami a szülőnek nem kerül sokba, legyen olyan sport, ami a fenntartónak se kerül sokba, tehát megvan hozzá az adottságaink. A kispestesével együttműködve 9 évvel ezelőtt mi elindítottuk az asztali tenisz tagozatot, egyedülállóként Budapesten, sőt ebben a formában az országban is. Egyedül nálunk van 8-ig heti 2 órában szakedző vezetésével asztali tenisz foglalkozás, tanítás. A terv bevált, a gyerekek magatartása javult, ahogy az egyik tanár fogalmazott, egymást helyett most már a labdát ütik. Nagyon szeretik a gyerekek, nagyon szeretnek játszani, teljesen egy más szint hoz a testnevelés órák kereteibe a pingpong, illetve szerintem ez a TTX sportág is ugyanez lesz, egy kicsit színesebbé teszi a testnevelés órákat.